Átadták a legszebb konyhakertek 2020 karszagi díjait. Ézsiás Antal vegyes kategóriában lett első. Ahogy többször elmondta már, sok munka van ebben. Ézsiás Antalnak a kertészkedés a fél életét jelenti, hiszen ebbe született bele. Bár a karcagi talajon nehéz kertészkedni, sok elképzelést nehéz megvalósítani. Nekem a kertészkedés a fél életemet jelenti gyakorlatilag. Hát részben én ebbe születtem bele kisebb mértékben. Tehát én hoztam magammal ezt a részt, és utána megpróbáltam az ilyen körülmények között. Nem könnyű az ennek a karcagi talajon kertészkedni. Lehetne sok minden nagy elképzelés, de nem helyez megvalósítani. Tehát itt vannak olyan növények, amelyek nagyon rosszul érzik magukat. Különösen klímahelyzettel van gond, és különösen az öntözővíz az, ami katasztrofális. Tehát itt nagyon-nagyon erősnek kellene a növénynek is, meg a kertésznek is. A tavalyi évben az asszály, majd a veszélyesen sok csapadék átrendezte a kerteket, de a virágokkal, főleg a tubarózsával elégedett volt, a burgonyával kevésbé, így azt most nem is ültetett. Gyakorlatilag tavaly de nehezen indultunk, mint az idén is, de tavaly az asszály méltán veszélyesebb volt, mint idén, és utána megindult a csapadék, amelyik átrendezte a kerteket, tehát amik későbbek voltak, azok talán jobban sikerültek. De én a virágokkal meg voltam elégedve, tubarózsám talán a legszebb volt a tavaly évben. Igaz, hogy ez nagyon oda kellett tenni minden tápanyagot is részben, meg a vizet is. Hát megápolni kellett, tehát a gyomnyitás és a talajnak a porhanyítása az azért egy külön feladat. Hát ezen a területen nem lehet úgy, hogy kimegyek hétfőn, és akkor majd a következő héten ugyanazt találom, tehát itt nagyon aktívnak kell lenni. Növényvédelem nem voltak különösebb gondok, hogy a szokásos, nagyon rutin permetezések, de az is szükséges. Tehát teljes biokertet nagyon nehéz itt megvalósítani, különösen vegyes kertben, ahol károsítok egyik fáról, mennek a másikra. Hát talán az volt a gond, hogy a burgonyával azzal nem nagyon szívesen foglalkoztam korábban se, de valami miatt, hogy ragaszkodtam hozzá. Az úgy nagyon nehéz volt a tavaly évben, rengeteg gondot okozott a burgonya, bogár lárvája főleg. Ugye az a fél bióba próbáltam megoldani, azt jelenti, hogy nem megszámoltam, de azért gyűjtögettem kézzel, és az nagyon meguntam, az idén már nem is gyűjtettem burgonyát. Tehát vannak olyan kultúrák, amelyeket részben csak kuriózumként megnézni egyáltalán, milyen, hogy néz ki. Azok a gyümölcsök, amelyek tűrik a mostoha körülményeket, sikeresek voltak, amelyek nem, azok kevésbé. A megy, a cseresznye, az alma igényesebb, a szilvait őshonos, de csemege kukoricát is nehéz kiskertben sikeresen termelni, állítja a szakember. A legjobbak azok, amelyek tűrik ezeket a fél mostoha körülményeket. Tehát itt a gyümölcsök közül gondolok a megyre, még a cseresznye, de az alma az már különösen egy nagyon veszélyes növény, tehát magas a növényvédelmi igénye. A szilva az, amelyik ugye részben őshonos, az produkált, de ilyen, mint a kukorica, ilyesmi, azok nem jellemzők. Tehát nagyon nehéz a csemege kukoricát ilyen kis területen úgy megtermelni, hogy az eredményes legyen. Egyrészt az átporzás miatt ugye nincs meg a megfelelő védőtávolság, tehát itt vannak olyan gondok, amelyeket nagyon nehéz elhárítani.